Üdvözlök újra mindenkit! Itt is lennénk az utolsó 10 mérkőzéssel. Hát ugye a második tízes végén egy elég jó hajrát csaptunk, és az utolsó három meccset 12 rugott gól és egy kapott góllal hoztuk le, ami nagyon extra, és ugye mind a három mérkőzést megnyertem. De így is elég messze van a gól, de egy 8-2-t kéne csinálni, ami nem könnyű. De nem lehetetlen ezzel a három győzelemmel itt a végén. Meglátjuk, jó szórakozást a összefoglalókhoz. Udinese, ale! Udinese, ale! Udinese, ale! Na nézzük az utolsó tízesnek az első mérkőzését. Húha, van fönt egy hulitja. Azért az erős. Az mondjuk egy jó 4 millió coins kb. Vagy 5, nem is tudom. A védelem az látszott is, hogy ezt megsínlette, hogy nem volt elég coins rá, de meglátjuk, hogy milyen lesz az a hulit ott középen. És szerelt is, jön a Podolski. El is megy a Podolski. Rögtön bevágja a Podolski! Bocsánat, ez nem Podolski, azt hittem Podolski teljesen. Ez fine, tök úgy nézett ki, mint a Podolskinek a kártyája, elnézést. Jön a szöglet, jön a fejes, és a gól, Milinkovic Savic. Bassza meg, jön a Jadon Sancho, jön a Jadon Sancho, középen a hulit, gól. Á, nem tudok mit kezdeni a hulittal. De ez nem a... befújja. Nem tudott megállni az Alexandro visszahúzásnál. Semmi tackle-t nem nyomtam. Hulit. Középre! Megvan! Na gyerünk, akkor most kicsit pörögjünk föl. Miért esett ott el valaki? Jó! Ott van! Gól! Muriel mit állt ki lábon? Azt a mindenét! Hogy attól nem esett el? Hú, let's go! Labda volt. Mi? Ne, befúj még egy 11-est neki. Szerintem ez labda volt. És megint az Alexandróra. És ez már 87. perc. Nézzük. Nem, sajnos nem. És ezt is megfogom a Sirigu-val! 2-2! Salvatore Sirigu! És most el lehet indulni a Perisic-sel. Megy a Mahis! Megy a Mahis! Az nagy slusszpoé lenne. Az most nagy slusszpoé lenne, ha ez bemenne. Ott a slusszpoén! Ott a slusszpoén! Ivan Perisic! Megfogok két 11-est, és a 91. percbe pedig lehet, hogy eldöntöm, de még nem mondok semmit. Hú. Ez nagyon nagy győzelem, főleg azt látva, hogy két 11-est fogtam meg, az egyik az a 80. perc, és utána a 91. percbe. Ivan Perisic. És így 4 meccs, 4 győzelem, de ez már egy nagyon nehéz győzelem volt. 7-2 kell most jelen pillanat a Gold 1-hez, hát még akár meg lehet az is, ha így folytatjuk. Let's go! Fú, most nagy lendületben vagyok. 4 meccs, 4 győzelem, és itt a következő ellenfél, hát szerintem eddig fog tartani a lendület. 4 icon, azt a mindenit. Jézusom. Hát ez brutális. Sok esélyem nem lesz, de azért... Szép. Ott a lövő. Óriási kapufa. Nem hiszem el. Milinkovic Savic. Ott van Gomez. Gól. Úristen, vezetek. Let's go Alejandro Gomez. Ott megy Muriel. Muriel, kimarad! Ott van még! Mellé! Muriel! Ó, mit védett a Courtois! Azt a mindenét!
Sajnos az nagy labda, így van. Hát ilyen játékosokkal lehet ilyeneket csinálni. Sajnos nem tudtam megrugni a másodikat, egyenlít is a Prime Moments Icon. Basszus kulcs! Elnéztem. Megint üres fejes gól. Mit csinálunk? Teljesen szétzillálták a védelmemet. Nagyon jó. Ott van Perisic gól! Egyet vissza! Lövünk rögtön! Ivan Perisic! Jó. Ott van! És a gól! Toni Martial egyenlít a 87. percben! Hát nem ment még ez el! Hú, pedig milyen tíme van a srácnak! Az baj. Ó, nem hiszem el, megint középen, és még egy beadásból. Az még jó. Ott van! Kapu! Na jó, ezt nem hiszem el! Üres volt a kapu! Ott van! Ne! Nem, ez nem lehet igaz. Azt értem én, hogy kibaszott jó csapata van, de hogy megvette az EA-t is. Lövő! Az sincs bent! Persze! Nem baj, ez van. Ilyen a FIFA. Pay to win. Semmi baj, nem húztam fel magam. Itt a következő ellenfél, itt is két icon, persze természetesen. Jó. Úristen, mit védett a kapus! Ott van a fejes gól! Ez most már kijárt, Ivan Perisic! Levágta. Ott van gól! Te Paul! Gyönyörű volt ez a Perisic-től! 2-1! Lövő! És a gól! Darwin Mahész! 3-1! Nagyon szép! Jön a Cuadrado! Cuadrado megcsinálja, és a gól! Darwin Mahész! Megvan a győzelem! Húha, és hogyha az előbb, ha az előbb nem, inkább hagyjuk, mert nem megmondtam, hogy nem húzom fel magam. Ez van, 14. győzelem is megvan, és ezzel már most megvan a gólt 3, és már csak 3 győzelemre van a gólt 2, de a gólt 1 az nagyon nehéz lesz. De megyünk tovább, let's go! Na jön a következő brutális team. Hát ez most már folyamatosan ilyeneket dobál be. Hú, hát itt se lesz könnyű dolgom. De mostanában azért elkapogatom őket. Meglátjuk. Tudtam. Te pedig tudtam, még oda is álltam a Milinkovic-Savicot, csak nem voltam benne biztos, hogy mégis meglépi azt, hogy lepasszolja egy Ronaldinhoval a Felipe Andersonnak. Áj, de kár ezért. Ronaldinho gól. Fú, nagyon jó ez a Ronaldinho is. Óha. Milinkovic-Savic gól! 2-1! Most kicsit meglepem ezzel a három védős rendszerrel, amire átálltam. És rögtön jött egy labdaszerzés és a gól. Let's go! Az nagyon szép volt, húha! Itt aztán most gyufáztatott. Nagyon meglettem gyufáztatva. Ott marad, ott maradt. 4-1 oda, innentől vége, úgy érzem. Itt a vége. Ez van.
Jobb volt a srác. Nem tudtam vele mit csinálni. Nem baj, 6-ból 3-at kell nyerni a Gold 2-höz, és akkor kész. 6-ból 6-ot úgyse fogok nyerni a Gold 1-hez. Na, itt a következő ellenfél. Hát igen, itt most már csak nagyon durva keretek jönnek, bár ez amúgy annyira nem durva, mint az előzők, akikkel játszottam. Meglátjuk. Nem igaz! Ilyen 11-est. Megint az Alexandro. Hú, Alexandroval nagyon tudok 11-eseket csinálni. Na, Zédorf. Na, nézzük. Merre lövöd? Belövöd. Ez van, 1-0 oda. Most kicsit gödörbe vagyok. Szép. Az is szép. Visszateszi. Óriási játék! Alejandro Gomez és De Paul a befejező. Jön a... Ott a gól! Szerzője Darwin Mahis méghozzá fejjel. Bravo, kicsi! Ott a fejes és a gól! Milinkovic-Savic. Júj, de nagy játék volt, és vissza is jön egyre. Tevez. Perisic. Óriási gól! Ivan Perisic! Hú, de szép játék volt. És Marcial mekkora labdát adott. És úgy néz ki, kilépett a srác, így is van. Ez is megvan, már csak kettő. Kell a gold 2-höz, és ha mind az 5-öt megnyerném, meg lenne a gold 1, de hát az szerintem felejtős. Ez van. Megyünk tovább, let's go! Na, lássuk az utolsó 5 mérkőzést. Húha. Ez se gyönge csapat. Nagyon szép. Tűzzük rá! Ó! Léma mekkorát védett. Ugyebár van lé... Ó, ezt nagyon elcsesztem, ezt nagyon elcsesztem. Ezt nagyon elcsesztem, ezt nagyon elcsesztem. Ezt nagyon elcsesztem, Luka Jovic. Nagyon szép. Óriási gól, Robben. Na, itt léptem ki. Teljesen esélytelen vagyok most. Ez van, ezzel ment el a gold egy matematikailag is. Nem baj. Gold 2 meg lesz, az a lényeg. Aztán ma jövő héten erősebbbe jövünk vissza. Na, lássuk a következő ellenfelet. Egy ilyen vegyes vágott Bundesliga, van benne egy kis Premier League. Á, igazából csak Bundesliga, Premier League. Mi? És befújja a 11-es, hát a labdát rúgtam el. Ne szórakozzunk, rögtön a második percben. Azt nem hiszem el, azt nem hiszem el. Á, gyerekek. Timo Werner, belövi. Hogy miért léptél ki, azt nem tudom. Kapok rögtön még egyet, miért lépett ki a Koulibaly? Ki mondta, hogy válts rá? Nem hiszem el. Még egy Timo Wernerból. Á, most fejben nagyon rottyon vagyok. Pedig még kell az a gold 2. Nincs ám az még meg. Ott van. Gól! Alejandro Gomez! Nagyon csúnyán el egyedül hagyták. Nem igaz. Nem hiszem el. Istenem, ezek a kurva szögletek. Ezt nem hiszem el. Így van, majdnem a fejelj onnan gólt a 11-es pontról. Timo Werner 5 gólt rugott és ki is lépek. Azt a mindenit. Timo Werner 5 gólt rugott.
ez most leiskolázott engem, az a srác. 5 gólt rugott a Werner. Azt a nem jóját. De kezdek fáradni. Nem baj, 3-ból 2-t muszáj megnyerni. Aztán kész. De ezt a 2 vereséget most felejtsük egy gyorsan. Most nagyon fel kell pörögnöm. Nem szabad hülyéskedni itt. Simán megvolt már ez a gól 2, hát ne szórakozzuk már el legalább ezt, ha már a gól 1 nem lett meg. Gyerünk már. Azt a mindenit, ezt nem hiszem el. Egyszerűen teljesen le vagyok nullázódva. Mi történik? Mi történik? Azaz már hisz. Gól! Martial felbukkant a semmiből, és bevágta. Nagyon kéne itt a győzelem. Vicc. Miért húzottatok be ennyire a Tevezről? Hát... Gól! Alejandro Gomez, egy de fontos gól volt ez! 88. perc! Nincs les! Nincs les! Kimarad az itszer! Ott az lövő! Óriási gól! Milinkovic-Savic! Ezt nagyon eltalálta a szerb. Gól! Itt a vége, fuss el véle! Toni Marcia bevágta! Toni Marcia came from France. English had said is no more chance. 50 million time to train. Toni Marcia scores again. Jöjjön az utolsó előtti meccs, de ha nyerjük, akkor természetesen az utolsó. Húha, Ronaldo, most nézem. I wants to watch Ronaldo 98-as. Húha. És a helyén Luis Muriel hatalmas labdát kapott. Sterling. Nem hiszem el, miért fejeltem középre. Egyenlített rögtön. Úristen, mit műveltél, Manolas? Manolas rögtön megfordítja egy perc alatt. Koulibaly, az sincs bent. Az hogy nincs bent? Az már viszont bent van. Ivan Perisic, 2-2. Akkor innen fejeli be. Mit csináltunk? Azt a mindenit. Megmondtam velük is, hogy Ronaldóval lesz, csak nem fejesen. Persze, pont oda jön ki elé. Na most van baj. Azt! 11-es, úgy van. Hát a... Háromszor rántott össze. És lesz lap? Nem lesz lap. Kifogja. Ennyit érek. Gól! Na végre, ez bent van. Bent van a kibaszott 11-es, már regál van. Az viszont már bent van! Koulibaly befejeli! Húha! Van Dijk befejeli! Az utolsó meccsre marad a döntés. De kár ezért. Simán egy verhető csapat volt. Volt egy Ronaldója és ennyi. Hát ez van. Utolsó meccsre marad. Na jöjjön a mindent eldöntő utolsó mérkőzés. Hát ez... Ez gólt 3 maradt. Hihetetlen. Ilyen csapatot, azt a büdös életben, milyen csapatot kaptam be? Jézusom! Nem igaz.
Na mindegy, ez van. Gól. Ide-oda pattog, és ott a labda. Á, hát esélyem nem lesz. Jó, ott van! Marcial befejeli! Egy-egy, el se hiszem, hogy ki tudtam egyenlíteni azt a mindenét. Tony Marcial! Nagyon nagy labda! Léci lőd be! Azt nem hiszem el. Léci akkor azt? Azt se hiszem. Ott van! Jézus úristen! 2-1 ide, hát most 2 kilót izzadtam. Belövi. Ez hihetet. Nem igaz. Nem igaz. És mennyi Quadrado? Az bravo Quadrado. Semmi természetesen. Lövő. Óriási gól! Milinkovic Savic! Én már ezt lefújnám. Így van! Azt a mindenit! Úristen, milyen tímet vertem el itt a legvégén! És ezzel lett meg a gólt 2! Hú, hát most tényleg szerintem izzadtam vagy 5 kilót ezen a meccsen. Azt a mindenit! Ezzel lett meg a gólt 2! Ezt a csapatot elvertem! Ezt nem hiszem el! Ezt egyszerűen nem akarom elhinni! Ez aztán a csattanó így a végére. Ez aztán a csattanó így a végére. Hú, ennek most nagyon örülök. De csak az a baj, hogy ez a gólt egy el lett volna így meg. Azért még jobban örültem volna. De így se rossz érzés. Szerintem mindent megtettünk ezen a hétvégén is. Voltak tényleg bakik, szerverhibák, rengeteg szerverhiba. Tényleg... Ma hétfőn kellett lejátszanom 19 meccset, mert egyszerűen lehetetlen volt a hétvégén játszani. Szerintem ahhoz képest egy ilyen 17 winnes hétvége az nagyon jó. Ennyi lett volna ez a hétvége. Köszönöm, hogyha megnéztétek az egész hétvégi munkámat. Ha tetszett a videó, dobj egy lájkot, vagy iratkozz fel. Én Big Dave voltam. Sziasztok!